Szóval, amint látjátok, épít senyvedek a nyári irodámban, a förpömben már kezd megolvadni a jég, és hát nem tudom, nagy gondjaim vannak. Akartam nektek csinálni egy színes, szélesvásznú, szagos, 3D-ben körbejárható, jól megérthető videót arról a 3 lépésről, amit Tony Robbins tanít a siker folyamatával kapcsolatosan. Ennek van egy pontja, miszerint az, hogy legyen maga a folyamat, vagyis hogy a cél az tiszta, érthető és kényszerítő. Ez az első pont. És keresem az anyagot, akarok hozni sikeres embereket, sikeres magyar network marketingeseket hozzátok, és be is ütöm a keresőbe az, hogy magyar multilevel marketing milliómosok. És tudjátok, mit találok? Nevek helyett? 2007. Olvasónk írta az MLM számokban, aztán a következő MLM vezetők. Egy olyan emberről ír, aki már több mint 20 éve, 23, igen, 20 éve itt van a magyar multilevel marketing életben. MLM figyelő, MLM hírek. Aztán egy YouTube videó, ami 2018-ban készült. Kriptovalutákhoz is beszivárgott a piramisjáték, piac és profit. Aztán a reaktor.hu, MLM-ről röviden, 2021-es cikk. Aztán 2019-ben látott napvilágot az a cikk az Indexen, hogy legalább 60 milliárdot vertünk el az MLM-es holmikra tavaly. Aztán privát bankár, pilótajáték vagy MLM. Aztán plusz pénzforrás, miért MLM? Aztán hogyan építsünk nagy és sikeres multilevel marketing üzletet? Aztán MLM és network marketing. Szóval van itt minden, csak a keresésemre nem kaptam választ. Nem találok, vagyis nem hoz föl a Google magyar multilevel marketing milliómosokat. Beütöttem azt a keresést, hogy multilevel marketing millionaire worldwide, vagyis világszerte, milliómosok. Az első cikk az 23 márciusi, a legmeglepőbb network marketing milliómos statisztikák. A következő 23 július, top 100 MLM csúcskereső a network marketingben 23-ból. Aztán 14 network marketing milliómos és csúcskereső 23-ban. Aztán a 17 legnagyobb MLM cég a világon, ez a Yahoo Finance-nek a cikke, MLM milliárdosok, vezető MLM szoftver, 36 MLM statisztika, amit tudnod kell 2023-ban, ez egy igazi lista. A top 25 MLM kereső, TitleMax-nek a cikke. És így tovább, még videó is van fönt, YouTube videó. Azt mondja, milliómosok megosztják, hogy hogyan váltak sikeressé a network marketingben. Érzitek a hatalmas nagy szakadékot a kettő között? Mert én érzem. Hadd mutassak neked néhány statisztikai adatot. A legfontosabb statisztika, vagy a network marketingben lévő nők 82%-a több mint 100 000 dollárt tud megteremteni évente. Képzeljétek el, tehát azok a nők, akik benne vannak, több mint 100 000 dollárt tudnak megteremteni. Tehát közel 10 000 dollár havonta a jövedelmük network marketingből.
További érdekes statisztika. 118 millió ember érdekelt a network marketingben világszerte. 36 millió network marketing milliómos van a világszerte, és körülbelül minden 545. amerikai állampolgár jövedelmet kap a network marketingből minden egyes hónapban. Ez is érdekes, ugye? Nézem a 100 top csúcskeresőt a network marketingből. Az első 20-at nézem csak. Az első 20-ból 9 amerikai, észak-amerikai, aztán 1, 2, 3, 4, 4 dél-amerikai, tehát 13-an az amerikai földrészről vannak. Európából van 1, 2, 3, 4, 5. És egy pedig Közel-Keletről van. Érdekesek ezek a statisztikák is, ugye? Van itt egy másik nagyon érdekes szám, a jövedelem. Az első ötnek, ezen a statisztikán az első ötnek az éves jövedelme több mint 10 millió dollár. Gondold el, hogy éves jövedelem. A legkevesebb 12 millió, tehát ő is 1 millió dollárt kap havonta, és ő például Stormy Wellington. Na, őről eszembe jut egy az ő sztoria, amit ő már régebben elmondott. Képzeljétek el, 12 éves korában őt az anyja, aki drogos volt, rút táncolni küldte, kényszerítette rá, azért, hogy meg tudják venni a drogokat. 12 éves kora óta. Chicago legocsmányabb részéből jött ki ez a csaj. És most ott tart, hogy havonta 1 millió dolláros jövedelme van. Azért most gondold bele, hogy egy ilyen helyzetből, egy ilyen élethelyzetből talpra állni, és ennyi embert segíteni, mert ez másképp ugye nem megy. Egy embert segíteni, támogatni, és ennyi embernek hát pénzt tenni a zsebébe. Szerinted, ha ő ezt meg tudta csinálni, akkor meg tudja ezt csinálni más is? Például te? Több, de hogy vagy veled? Engem mindig inspirál és előrébb visz az, amikor ilyen élettörténeteket, ilyen siker eseményeket tudok végigkövetni. Én tudom, közületek rengetegen, amikor ilyen emberekkel találkoztok, ilyen sikeres emberekkel, akkor a következőt csináljátok. Ja Istenem, ilyen nincs is. Én ezt nem akarom látni, én ezt nem akarom elhinni, hogy ilyen van. Vagy pedig a másik, hát persze, hát neki könnyű, hát ő ott él Amerikában, őt segítik, ő neki nincsen problémája például azzal, hogy meg kell tanulni angolul. Aki nincsen azzal a problémája, hogy befektessen 3, 5 vagy 10 ezer dollárt, hogy el tudja kezdeni az üzletét. Annyira tudtam, hogy ezzel fogsz jönni, hogy készültem egy másik élettörténettel is. Ő Jesse Lee Ward. Ő szintén több millió dolláros éves jövedelemmel rendelkező vállalkozó hölgy. 35 év körüli. És ő például valahonnan Dél-Amerikából indult, egy ilyen bántalmazó kapcsolatból. A férje az állandóan abuzálta őt, állandóan mondta, hogy te semmire kellő vagy, meg hogy te úgyse fogsz tudni semmiféle eredményt elérni, meg ilyenek, és aztán nem elváltak, hanem Jesse Lee-nek el kellett szöknie.
és csak mikor átment egy másik államba, sikerült átszökni egy másik államba, akkor onnan tudta elindítani a válási procedúrát. És amit megfigyelek, és amiért igazándiból így leesik az állam, így a több mint 34 éves vállalkozói múltam mögöttem, hogy azt az eredményt, amit ők elértek, azt 5-7 év alatt összepakolták. És mindig azon gondolkodtam, hogy hogy van az, hogy itt Magyarországon az itteni vezetőknek, a mostani jelenlegi vezetőknek 20-25-30 év kell, míg hát ezeknek az eredményeknek körülbelül a 1/3-át el tudják érni. Nincsen statisztikám, de úgy nagyjából sejtem, hogy a magyar network marketing társadalomból hányan érik el az, hogy rendszeresen van legalább 100 000 forintos jövedelmük. És nagyjából arra is van rálátásom, hogy hányan érik el az 1 000 000 forintost, vagy a 10 000 000 forintos havi jövedelmet. És amikor azt mondom, hogy 10 000 000 forintos havi jövedelem, akkor már igazán a csúcs vezetőkről beszélek. Azokról a csúcs vezetőkről, akik évtizedeket raktak bele abba, hogy ezt az eredményt elérjék. És akkor összehasonlítom a kettőt, hogy 5 év alatt havi 1 000 000 dolláros jövedelem, vagy pedig 20 év alatt éves 100 000 forintos jövedelem. Azért van némi különbség a kettő között, nem igaz? Persze mondhatod azt, hogy oké, tehát hogyha itt közelebb jövünk, hát Európában is kevesebb ember van, aki így lesz milliómos, és igazad van. Sőt, ha azt nézem, Közel-Keleten pedig még kevesebb van, és Távol-Keletről pedig ne is beszéljek, akkor valamilyen szinten igazat kell neked adnom. Hogy ez most milyen politikai vagy gazdasági helyzet miatt van, ezt én nem fogom boncolgatni, de biztos vagyok benne, hogy azok, akik komoly bevétellel, komoly jövedelemmel rendelkeznek a network marketingből, ők valószínűleg igen jó okkal rejtik el az ő jövedelmüket. Vagy legalábbis nem büszkélkednek vele, hogy ők mit értek el. Azt gondolják, hogy maradjon ez annak a szűk közösségnek az információ, akik kifejezetten az ő direkt vonalához tartoznak. És amikor itt a különbségeket boncolgatom magamban, csak ugye, akkor ugye azt látom, hogy emelem Amerikában is, emelem Magyarországon is, ugyanaz a cég. Például beszélhetünk a Forever Livingről, vagy beszélhetünk az MV-ről, vagy bármelyik másik olyan MLM cégről, amelyik világszinten jelen van. Tehát van egy amerikai, aki elkezdi ugyanazt az MLM üzletet, mint egy magyar, ugyanazokat a dolgokat kapja kézhez, ugyanazok a marketing feltételek, ugyanazok a termékek, mégis valamiért a magyar network marketing társadalomban nincsenek olyan személyek a köztudomásban, akik ugyanilyen bevétellel rendelkeznének. Miért? Mi lehet az oka? És én nem látok mást, mint maga a munkamódszer és a mentalitás. Semmi más nem tudok erre visszahozni. Aztán azt is látom, hogy vannak olyan vezetők, akik hát gyakorlatilag ugye a régmúlt dicsőségein, a régmúlt sikereinek, a babérjain csücsülnek, és úgy próbálnak meg üzletet építeni,
hogy ezeknek a régmúlt sikereknek a dédelgetésével és felemlegetésével akarnak valamit megtenni. A legnagyobb különbség, amit most én megfigyelek, az az, hogy míg az amerikai vezetők azok folyamatosan lépést tartanak, sőt, alkalmazzák a legújabb technikai, technológiai, közösségi rendszereket, addig a magyar vezetők, mintha visszalépnének, mintha most 4 lépést visszaléptek volna, és maradnak azoknál a régi, ősi, dinoszaurusz korabeli munkamódszereknél, amelyek ugyan akkor nekik sikereket hoztak, de azért nem másolhatóak, mert se az én korombelieknek, se a fiataloknak nincsen már 20 éve arra, hogy network marketing üzletet, a hagyományos módon vett network marketing üzletet építsünk. 5 év. 5 év van arra, 5 év kell ahhoz, hogy valami olyan bevételt tudjunk teremteni, olyan nagyságú bevételt, amely tud segíteni abban, hogy el tudjuk kerülni a nyugdíjazással járó jelentős bevétel csökkenést, valamint, hogy el tudják a fiatalok érni azt a fajta bevételi szintet, amely segítségével önálló, mindenkitől független életet tudnak élni. És nézzük, mi a helyzet a magyar network marketing cégekhez. Vajon az ő forgalmuk bármilyen szinten is összevethető ezeknek a nemzetközi cégeknek a forgalmával? Csinálj egy statisztikát, ha akarsz, az én meglátásom az, hogy nem egészen. Vagy legalábbis azok az eredmények, amiket én az Optin oldalán látok a különböző network marketing cégeknél, nem egészen összehasonlítható azokkal az eredményekkel, amiket ezek a nemzetközi network marketing cégek érnek el. Nagy valószínűséggel a magyar cégek pontosan kivitel nélkül, pontosan azzal a legnagyobb kihívással küzdenek, hogy a vezetőik nem mernek, vagy nem akarnak kilépni nemzetközi szintre. Hogy miért nem? Hát ugye, mi a legnagyobb kifogás ilyenkor? Hát én nem beszélek angolul. És akkor mi van? Hát mi nem keresel megoldást rá? Rengeteg lehetőség van, csak a saját példámat nézve. 205 napja tanulom az angolt a Duolingon. És most már úgy érzem, hogy elég jól meg tudom magamat értetni, merek beszélni, és hogyha olvasok egy angol szöveget, akkor 90%-ban értem, hogy mi az, és folyamatosan tudom fordítani. Meg lehet tanulni angolul. Probléma az, hogy a magyar cégek azzal küzdenek még, hogy hogyan fognak majd külföldre szállítani. Vajon hogyan fognak külföldi engedélyeket megszerezni? És éppen ezért, amikor erről lenne szó, akkor behúzzák a kéziféket, és nem lépnek tovább. Ennek a dolognak az lesz a folyamánya, hogy azok, akik Magyarországon, magyar cégeknél kezdenek üzletet építeni, azok közül viszonylag ritka, tehát már a 100 000 forintos havi jövedelmet is viszonylag kevesen érik el arányaikban. Tehát az ottani és az itteni network marketing üzletek arányaiban, tehát a csatlakozók arányaiban. A kérdés a következő. Vajon hogyan reagálna a családod a következő bejelentésedre? Gyerekek, 3 év alatt felépítettem ezt az üzletet, itt ezt a magyar céget, itt most keresek 100 000 forintot, de én most innen kilépek, és elmegyek egy olyan nemzetközi céghez, ahol látom, hogy vannak vezetők, akik 100 000 dollárt keresek, mert én is
ezt szeretném elérni. Szerinted hogy reagálna a család? Lenne, aki azt mondaná, hogy te tök hülye vagy, hát hogy gondolod, te neked ez nem fog menni, ez nem fog sikerülni, mert különben is, hát most ezt a biztos 100 000-et, ezt most elhagynád azért a bizonytalan 100 000 dollárért? Szerinted? Lenne ilyen családtagod? Tehát, ha neked fontos az, hogy anyagilag biztos legyél, anyagilag biztosítva legyél a jövődet illetően, akkor miért nem keresed a megoldást? Miért nem keresel olyan üzleteket, olyan lehetőségeket, amelyek második, esetleg harmadik vagy negyedik lábként tudnának neked jövedelmet produkálni? Remélem, avval tisztában vagy, hogy ma Magyarországon egyetlen egy bevételi forrásból nem lehet, tehát erre nem lehet alapozni. Ez nem elég. Legalább 2 vagy 3 kell ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy most ezt kihúzták a lábam alól, vagy most ez nem megy annyira, akkor majd a másikból majd jönni fog. Nekem speciál lenne egy ilyen ajánlatom, amit úgy hívnak, hogy God Backup, amelyik egy olyan biztonsági mentést ad, amely ugyanazt a feladatot látja, mint amit a te telefonodnak a tokja. Csak nem a külsejével, hanem a belsejével, a benne lévő adatoknak a megvédésével foglalkozik, egészen speciális módon, és nekem ne is gyere azzal, hogy az én adataim föl vannak az iCloud-on, fent vannak a OneDrive-on, fönt vannak a Drive-on, a Google Drive-on, mert ez mind nem számít. Nem lehet ezt a fajta védelmet összehasonlítani azzal a védelemmel. Rengeteg oka van, de erre majd egy másik videóban fogok kitérni. Mit mond Tony Robbins a siker folyamatának 3 pillérével kapcsolatosan? A 3 pillér közül az első az a lézer fókusz. A lényeg az, hogy a célod az legyen tiszta, érthető és kényszerítsen. Elgondolkoztál már azon, vagy ábrándoztál már arról, hogy milyen életmódbeli váltást tudna jelenteni a számodra az, hogyha nem csak 100 000 forint lenne a plusz bevételed, hanem 100 000 dollár? Figyelj, az havi 10 000 dolláros plusz jövedelem, az pedig 3,6 millió forint. Nem hiszem el, hogy egyből ne tudnál másképp élni, mint ahogy most élsz. Ha csak ezt eléred, már akkor is egy olyan csodát tudsz végrehajtani, egy olyan jelentős változást, ami miatt végre azt érezhetnéd saját magadról, hogy nem vagy egy nulla, hogy vagy valaki, hogy végre sikeres vagy, végre eredményeid vannak, hallgatnak rád, sőt, követnek az emberek, és hogyha te azt mondod, hogy jobb, ha valamit így csinálsz, akkor azt úgy fogja csinálni, mert neked ott van már az eredményed. Azért is javaslom ezt az affiliate programot, amit az imént említettem, ezt a God Backupot, mert 4 hónap alatt 85 országban van már jelen ez a vállalkozás. Nincsenek földrajzi határok, nincsen fizikai termék, egy olyan szoftverről van szó, amely, mint mondtam, életfontosságú dolgot lát el a telefonodnak, a laptopodnak, a tabletednek, a számítógépednek az adatait védi meg. Mindazokat, amelyeket te ott tárolsz. Lehet ez üzleti, lehet ez családi, lehet ez bármilyen, de biztos vagyok benne, hogy számodra életfontosságú adatok. És ezeknek a védelméről van szó, tehát úgy gondolom, hogy egy eléggé jó piaci trend, és most jelen pillanatban, hát hogyha megnézem, hogy például a Dropboxnak, vagy a Google Drive-nak milyen árai vannak, és hogy hányan használják, hányan fizetnek ezért, akkor nyugodtan kijelenthetem, hogy ez lesz a következő nagy dobás.
a kriptovaluták után természetesen. Ha úgy gondolod, hogy elég tiszta és elég kényszerítő célod az, hogy változtass az életeden, hogy változtass a jelenlegi anyagi helyzeteden, akkor azt javaslom, hogy mindenféleképpen vedd fel velem a kapcsolatot. És ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljad, kommenteljed, iratkozzál fel a csatornámra, és meg fogod kapni a Tony Robbins siker folyamat három lépésének a második két, tehát a másik két lépését is. Sőt, ezt az elsőt is még egy kicsit jobban kifejtem. És ha feliratkoztál, akkor csatlakozzál a Facebook csoportomhoz is, és akkor tudni fogom, vagy legalábbis követni tudod majd a folyamatokat, és látni tudod majd azt, hogy mit tud neked adni az az ajánlat, amiről én az imént beszéltem. Köszönöm, hogy velem voltál, gyönyörű szép hétvégét kívánok neked, szervusz!